Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves pára a nézőmet, itt kent a beszélsmétet, és folytatom a My Little Pony Game Loft legújabbik frissítésének az eventjét, ugyebár most azt kellett megvenni még, ugyebár kicsikén rendbe szedik Trixinek a vagonyát, vagy valami hasonló volt, nem olvastam el pontosan, de lássuk tovább akkor a feladatot, szóval. We're here, right in the middle of the Somnambula Marketplace. Perfect! Ja, itt vagyunk a szomnambulai vásártéren. Nagyon, jó, nagyszerű. I learned the hard way that life on the road requires very specific supplies and we only have so many bits. So we'll have to spend them wisely. Olyasmit mond Trix, hogy most akkor ideje, hogy a rengeteg pénzt, amit összegyűjtöttek, el kéne költeni egy-két dologra. Starlight? Where are you? Oh no, that place is so overpeered. Nem tudom, hogy az mit jelent, lehet, hogy eléggé nagyot jelent, valami hihetetlen nagyot. De a lényeg az, hogy Trixie keresi Starlightot, mert eltűnt. Szóval, Impulse by. Send Starlight Grimmer to try the lemon stand. Lemon. Aha. Azt majd mindjárt megmutatom. Ezt is mindjárt megmutatom. Elég lesz elmenni Kentellotba. Úgyhogy irány Kentellot. Szóval, be kéne rakni Starlightot, de mivel a játék nem ugrik oda, hova kéne, ezért pardon. Ez kicsikét el kell menni ide meg oda. Hát igen, 10 perc. Most tudjátok, ilyenkor az a verziója következik a játéknak, hogy le kéne, hogy adjam, de mivel az elmúlt időszakban megfigyeltem, hogy nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellenek. Mármint ezt úgy értem, hogy az elmúlt időszakban eléggé sok minden történt, amire azt tudom mondani, hogy muszáj spórolni, majd meglátjátok, hogy a későbbiekben miért. Ezért most egy kicsit spórósabb fogjuk a dolgokat. Viszont, hogy azért ne legyen annyira, tehát, hogy annyira rövid a videó, ezért gyorsan eljátszok egy karaktert. Szóval most menjünk ezzel az állomás vezetővel. Nem azzal az állomás vezetővel, ugyebár aki a Kirineknél volt, mert az nincsen meg, azt majd meg kell szereznem, amikor majd lesz rá lehetőségem. pardon. Eléggé sok idő telt el, amióta legutóbb jelentkeztem, mármint, hogy nem ezzel a eventtel kapcsolatban, hanem egész egyáltalán. És nem is számoltam be arról, hogy mennyi mindent tapasztaltam a My Little Pony sorozat terén. Na most annyit el szeretnék mondani, hogy megnéztem ugyebár a 9. évadnak a 8. részét, ugyebár abban volt az, amikor a gonoszok, tehát hogy Grogár, szóval hogy Grogár elküldi az összes gonoszt, hogy megszerzék az harangját, amit ugyebár egy póni elvett tőle, azért, hogy összeálljanak igazi csapattá, vagy legalábbis, hogy megtudják, milyen a barátság igazi hatalma, ami természetesen jól sikerül, mert megszerzik a harangot, csak azt hazudják, hogy nem szerzték meg, és ezt gondolom, hogy ez annyit jelent, közben alattok elnézést, hogyha belerógok, és ez tulajdonképpen az annyit jelent, hogy valaminek készülnek Grogár háta mögött, ez biztos. Az egyetlen probléma itt ezzel a része csupán annyi volt, hogy ahogy sejtettem, hogy Szombrát nem hozta vissza. Úgyhogy ez a rész ez nem 100%-ig jó nekem, ez csak 50%-ig, mert vissza lehetett volna hozni Szombrát, és nem tudom, valami olyasmit kellett volna kitalálni rá, hogy mivel láthatta, hogy még így sincsen esélye legyőzni Twilight-ékat, ezért mostantól kezdve azt fogja tényleg csinálni, amit mond, vagy különben akkor megy örökre a sülyeztőbe. Az annyit jelent, hogy ott marad, ahol van. A pokol tornácán, vagy a feledésbe, vagy nem tudom, hogy ilyenkor hova kerül, mert nem tudom. Tehát értitek a lényeget, hogy miről beszélek. Na, hogy vissza kellett volna tényleg hozni Szombra királyt. Na mindegy. Na, ugye bár akkor az előbb láthattátok, ami újdonságnak számít, hogy visszajött ez a fajta bundle, vagy ha nem bundle, még ez csak a kollekciós lista, hogy most meg lehet szerezni ezeket a sárkányokat egy adott időn belül, és a legutóbbi, pardon, mi az? Árral ellentétben ezek most eléggé olcsóbbak lettek. Legalábbis ez a sárkány, amelyik hiányzik nekem, az Aquamarine Dragon,
Hozzájárul még 50 gem, meg ez a Dragon Costume, a sárkány jelmez, ami 75%-ba kerül, és ez 2500 forintnak számít. Igazából meg tudnám venni, de tudjátok mit, nem ezt fogom megvenni, addig viszont a Crypto Empire-be. Nem ezt fogom megvenni, hanem egy másikat. De hogy még az égat a szerelmére sem adja be, hogy még mennyi időm van hátra, na jó, tudjátok mit? Amúgy is merül a kamerám, és föl kell ezt tölteni. A lényeg az az, amit még akarok mondani, hogy úgyis nem sokára visszajövök, mert a gemeket most spórolnom kell. A következőben majd el fogom mondani, hogy miért, majd meg fogjátok látni. Szóval itt vannak a sárkányok, amelyeket meg lehet venni még olcsón. Az egyik ez a Raster Dragon, meg van a másik a Tengerine, azt hiszem, úgy kell mondani, az mindegyik 40%-ba kerül, 40%-os kedvezménnyel olcsóbb, és 252 áraszon meg 528 gembe kerülnek, ezek elég olcsók. Lehet, hogy ez a Raster Dragon különben a későbbiekben, mármint, hogy amikor bejön a bundle, akkor lehet, hogy az olcsóbban lehet megvenni. Ezt még nem tudom, majd minden esetre még elválik a későbbiekben. Nem szoktam ilyen rövid videót csinálni, de mivel mondtam, hogy ezekre a gemekre mostanában szükségem van, ezért most ezt a learatás dolgot kiadjuk. Azonban nem lesznek annyira rövidek a videók, hogy ezekről ne csinálják felvételt. A lényeg az, hogy amikor letelik a várakozási idő, addigra visszajövök, és közben meg fölteszem addig a kamerát töltőre. Szóval a következő videóig köszönöm minden kereskedőnek a figyelmet, és viszlát akkor. Valamint, hogy mindig is szoktam mondani, külön minden Brown és Pegasus, a testnél pedig külön Roof és viszlát.